első körben a zsűritagok pontoznak, ők már kaptak egy-egy szavazólapot, amelyre négyféle pontszámot oszthatnak ki. 4, 6, 8 és 10 pontot adhatnak annak a négy dalnak, melyeket a legjobbnak tartanak. Értelemszerűen a többi szerzemény nem jut ponthoz. A zsűri pillanatokon belül ismerteti az általuk leadott pontokat. Így fog kialakulni a négy produkcióból álló finálé, ahol már kizárólag az önök kezében van a dal 2021 végső győztesének a sorsa. Kedves zsűri, látom, még nagyon nagy munkában vagytok, de kérlek titeket, ha befejeztétek a pontozást, tegyétek a borítékba a lapokat, így majd mi is tudjuk őket ellenőrizni. Addig is mi a színpadra szólítjuk a 8 döntős produkciót, hogy itt a színpadon együtt tudjuk meg a végeredményt. Ma este is mindenkit elvarázsoltak zenei játékukkal, a Swingel, a Django és Herer Sára, és Sárközi Lajos! A dal 2021 felfedezettje, aki ma este is brillírozott, Katona Petra. Aki ma este nem csak a hangszálait mozgatta meg, Andelis Jonathan. Első saját szerzeményével egyenesen a döntőig, Bari Laci. Az énekesnő, aki ma este is leénekelte a csillagokat, Radis Gigi. Hamisítatlan vidéki rockzene, Mattfield. A szenvedélyes zenész, aki a döntőben is őszintén énekelt, Süle Zsolt. És a dal 2021 legjobb dalszövegíróját is felvonultató zenekar, a Kaukázus. Pillanatokon belül kiderül a legjobb négyes mezőny, akik közül önök dönthetik el, hogy kinek a dala legyen 2021-ben az év magyar slágere. Gyuri, ezen a ponton szeretnélek szeretettel megkérni arra, légy oly kedves, gyűjtsd össze az ítéztársaid borítékjait is, és légy oly kedves eljuttatni ide hozzánk a színpadra. Mostára akkor mindjárt jövök. Légy oly kedves. Már is érkeznek a borítékok, természetesen erre csak azért van szükség, hogy időközben ítészeink ne változtassák meg véleményüket. Úgyhogy Reni fogja monitorozni majd a leadott pontszámokat, melyet Feróval fogunk kezdeni. Feró, kérlek, a legalacsonyabb, azaz a négy pont ismertetésével kezd a sort. Hallgatunk. Hát, nagyon nehéz. A négy pontomat én Andelis Jonathannak adom. Andelis Jonathan, 4 pont. A 6 pontomat Radics Giginek adom. 6 pontot kap Radics Gigi. 8 pont Bari Laci. 8 pontot kap Bari Laci. Lássuk, ki kapja a Feró 10 pontját. Van mi 10 pontom? Úgy tűnik. A 10 pontom az Süle Zsoltnak adom. A 10 pont Süle Zsolté! Ez volt tehát az első forduló. Gyuri, Gyuri, kérlek, ismertes pontjaidat. 4 pontomat a Kaukázus kapja. 4 pontot kap a Kaukázus, ezzel ő is feliratkozik a ponttáblára. Én a 6-ot a Süle Zsoltinak adnám. 6-ot kap Süle Zsolt, ezáltal 16 pontja van. 8 pont Bari Laci. 8 pont Bari Laci, ez a második 8 pontja, neki is 16 pontja van. És nálam a 10-es Radics Gigi. 10-es Radics Gigi! Azt a mindenit, Misi! Andelis Jonathannak szeretném 4 pont adni. Andelis Jotának. 6 pontomat Radics Giginek szeretném 6 adni. 6 pont Radics Giginek? 8 pontomat Süle Zsoltnak szeretném adni. Újabb pont Zsoltinak, nem is akár mennyi? 10 pontomat pedig Bari Lacinak. Bari Laci 10 pont! Ha csak átmenetileg is, de egyelőre Bari Laci vezet. Lilla, te zárod a sort, minden rajtad múlik. Ilyet nem mondjatok. Pedig így van. A 4 pontot a Swing a la Django-nak a Swing a la Django is feliratkozik a pontszerzők közé. 6 pontot Süle Zsoltnak. 6 pont Süle Zsoltnak!
30 pontja van Zsoltinak. 8 pontot adnék. Kell is, hogy adj. Meg is indokolta miért. Egyetlen szóval. A Kaukázusnak. Kaukázus! 8 ponttal gazdagodik. Nagyon fontos pontszám következik. Szerintem ezt is ki lehetett következtetni. 10 pontot. Nem féltelek az élettől, Bari Laci. Nem változik tehát semmi. 10 pont Bari Lacinak, ami azt jelenti, hogy a negyedik helyen 12 ponttal a Kaukázus, harmadik helyen 22 ponttal Radics Gigi, második helyen 30 ponttal Süle Zsolt, és 36 ponttal Bari Laci az első. Kialakult tehát az első négy helyzet, ők már mindannyian legalább 5 millió forinttal távoznak, de valaki ezen felül sokkal többel, hiszen a végső győztes díjaihoz tartozik, az év magyar slágere cím, a Petőfi Zenédi évdala elismerése, és a közmédia által biztosított legfeljebb 10 dalból álló lemezfelvétel, egy videóklip elkészítésével egyetemben, sőt, 10 millió forintnyi támogatás, melyet zenei karrierüknek a további fejlesztésére fordíthatnak. És szeretnék kérni egy hatalmas tapsot a másik négy döntősnek is. Köszönjük, hogy itt voltatok, és ne csüggedjetek, mert produkcióként ti is 1 millió forintnyi összeget vihettek haza, amit karrieretek fejlesztésére költhettek. Gratulálunk, hatalmas taps mindenkinek! Fantasztikusak voltatok! Köszönjük szépen!